kedves fiatalok, túl jól értünk a világ dolgaihoz, és kevéssé az élet vezetéséhez. Gondolkodjunk együtt arról, hogyan kell okosan és szeretettel vezetni az életünket, hogy boldogok legyünk. Az élet vezetéséről gondolkodunk, hogy az embernek hogyan kell stratégikusan, okosan vezetni az életét, hogy jó gyümölcsöket hozzon. A gyümölcsöző élethez az első lépés, hogy az ember álljon be Istenünknek a hívásába, álljon be ebbe a húzatba, mert előbb van Istenünk hívása, előbb van Istenünk kegyelme, és utána kezdünk mi el lépegetni. Előbb van egy nagy odahallgatás, egy passzív imádkozás, egy csöndben levés, és utána ebben a hívásban meg kell hoznunk nagy döntéseket. Ilyen nagy döntések az életre szóló nagy döntések. Az első és a legalapvetőbb, hogy az ember eldönti, hogy keresztény akarok lenni. Az embert vagy keresztényként nevelték, vagy nem keresztényként, de amikor az énünk kialakul és a saját kezünkbe vesszük az értékrendszerünket, a világnézetünket, mindenkinek személyesen újra el kell döntenie a hitét. És akit keresztényként neveltek, annak nyilván könnyebb, de el kell dönteni, ki kell mondani, igen, Uram, én keresztényként akarok élni, és keresztényként akarom az életemet végigvezetni. A második legnagyobb döntésünk az életállapot eldöntése. Ez a párválasztás vagy a cölibátusnak a kérdése, hogy kivel akarom az életemet leélni. Ez fontosabb döntés, mint a pályaválasztás. Sajnálom fiataljainkat, amikor préseljük belőlük a pontokat, a nyelvvizsgákat és hajtjuk a diplomákat, és szegények utána bután házasodnak. Fontosabb döntés a párválasztás, mint a pályaválasztás. Ilyen nagy döntés a szakma, hogy milyen hivatásra tesszük fel az életünket, ilyen nagy döntés, hogy szülő leszek és vállalom, és gyermekeknek adok életet, ilyen nagy döntés az, hogy az ember eldönti, hogy kik az ő legfontosabb barátai. A rokonságból vagy a baráti körből azokat a jó barátokat, jó családokat összegyűjti, akik segítenek neki haladni az útján. És hát ilyen nagy döntés az, hogy az ember eldönti, hogy én egy testileg, lelkileg kiművelt lény akarok lenni. Nem egy barbár, hanem testileg, lelkileg egy művelt valaki szeretnék lenni. Szóval ilyen nagy döntéseket meg kell hozni, mert aki nem tűz ki maga elé egy célt, az össze-vissza kanyarog. Aki nem egy cél felé halad, az sok cél felé halad, és sajnálnám, ha úgy halnék meg, hogy mindent csináltam, és igazából nem csináltam semmit. Hogy szétforgáltam az időmet, az energiámat, a lelki figyelmemet, és közben igazán nem teremtettem semmit. Sok ilyen ember van, aki bedől ennek az önállításnak. Kérem, ez alázat kérdése. Alázattal be kell látni, hogy mindenre nincs idő, ideg, pénz, és bizonyos nagy dolgokra föl kell tenni az életünket. Na, hogyan kell meghozni ezeket a döntéseket? Ebben olyan nehéz segíteni a mai embernek. A legelső az, hogy ki kell imádkozni ezeket a nagy célokat. Ki kell imádkozni, bevonulni a templomba, a kápolnába, egy kereszt elé, és sokat, órákat, napokat, hónapokat kell imádkozni, hogy Uram, te mit szólsz ehhez, hogy kössek házasságot vele? Vállaljuk a gyermeket? Milyen irányba válasszak pályát? Uram, te mit szólsz ehhez a döntésemhez? És addig nem szabad nagy döntést hozni, amíg az ember nem érzi, hogy odaátról úgy Krisztus Urunk bólint erre a döntésre. Hogy menj, csináld, légy boldog, legyél ott gyümölcsöző. Amire Krisztus Úrunk bólintott, azt valami hihetetlen energiával tudjuk megvalósítani. Ahhoz valami hihetetlen pszichés energiánk van, és tudjuk csinálni. A mai embernél sokszor ez hiányzik, és azért fárad el, mert a nagy döntéseit nem imádkozza ki. Amire Krisztus bólintott, azt hihetetlen erővel tudom megvalósítani. A másik fontos, hogy a Bibliából legyenek motivációink, hogy a Biblia motiváljon a házasságomra, a Biblia motiváljon az én munkámban. Miért csak egy papnak van jelmondata, kedvenc mondatai, szentelési jelmondata? A házasok, a meghívójukon miért mondjuk John Lennontól választanak idézetet? Miért nem egy evangélium idézetet? Egy hivatáshoz, egy buszvezetőtől kezdve a pedagógusig, miért nincsenek kedvenc mondatok ott a padon, ott a volánnál, amik engem motiválnak, hogy jól dolgozzam? Azért fontos ez a kettő, hogy ki imádkozzuk a nagy döntéseket, és a Biblia, az evangélium motiváljon, mert ezek a motivációk, ezek kérem ideátról jönnek, és nem csak magamat motiválom, és nem csak a világ motivál, hanem hagyom, hogy Istenünk motiváljon.
Azért fontos ez, mert bennem is van belső motiváltság. A világ is megjutalmaz, megbüntet, megfizet, elismer, de ezek még mindig gyarló motiválások. Emberiek. Az lenne fontos hagyni, hogy Istenünk motiváljon, és akkor tényleg szárnyakat ad, mint a sasnak. A nagy döntésekhez fontos, hogy az ember őszinte legyen. Őszinte. A jó indulás, az kérem, elengedhetetlen. Mert lesz majd mély pont, amikor az ember egy kicsit lecsúszik és elfárad, és megújulni csak abból lehet, ami az elején jó volt. Ami az elejétől kezdve rohadt volt, vagy hazugság volt, akkor itt a mélyponton mi jut eszembe, hogy minek fáradok én ebben a házasságban, ebben a hivatásban, nem is akartam. A szüleim akarták, vagy mások kényszerítették, vagy belemenekültem. Megújulni abból lehet, ami az elején jó volt. Voltam én már boldog ezzel a nővel, leszek én még vele. Nem kell otthagyni. Voltam én boldog ebben a szakmában, ebben a hivatásban, leszek én még boldog. A jó indulás, az őszinte indulás nagyon-nagyon fontos. Ismerünk élethazugságokat, amikor az emberek fölvállalnak nagy döntéseket hazug módon, és egy darabig ki is tartanak benne, és a hazugság utának kegyetlenül megköveteli a maga árát. Aki szereti önmagát, meg szereti a szeretteit, az nagy élethazugságokban nem menjen bele. Nagyon fontos itt a döntésnél, hogy az ember a realitásokat mérje föl, hogy minek van realitása. Nagyon szép a kiimádkozás és az evangéliumi motiváció, de a realitást komolyan kell venni. Azt mondja Krisztus Urunk, aki tornyot akar építeni, üljön le előbb. Mi a realitás? Mennyi pénze van? Két véglettől féltem magunkat. Az egyik a túlkövetelés, a másik az alulkövetelés. A túlkövetelés az, amikor valaki túl sokat tervez, túl magasra teszi a lécet, és emiatt mindig megnyomorodik. A túlkövetelés lehet egy házasságban, hogy az ember ideálokat kerget, és jobbnál jobb partik mennek el mellette, és nem veszi észre, hogy milyen boldog lenne azzal a férfival, vagy azzal a nővel. Ilyen túlkövetelés, ha az ember szakmailag túl magasra teszi a lécet, és az eredménye mindig az, hogy kudarc lesz, hogy keveset teljesít, és elszomorodik. A túlkövetelés képes az embert megnyomorítani. Az alulkövetelés is ilyen, hogyha az ember kevésbé igényli magát. Jó az úgy is, elég az úgy is, a langyos életvitel sohasem tesz boldoggá. Aki igényesen szeretne boldog lenni, annak igényesen kell élnie. És aki olcsón él, annak csak olcsó boldogsága lesz, amit talán már nem is szabad boldogságnak hívni. A mai témánk az önkéntesség, nagyon nagy maga a téma. Ti mennyire kerültetek már kapcsolatba az önkéntességgel? Mindannyiunknak volt egy éve, amikor szeretetszolgálatot kellett végeznünk. Én gyerekekre vigyáztam a görög parókián. Felemelő érzés volt sok kis töpörtyűvel. Én egy évig voltam egy általános iskolába, mikor 9. évfolyamba jártam. Itt hátrányos helyzetű diákokkal foglalkoztam délután, és segítettem nekik a leckét megírni, megbeszélgettem velük, és hogyha maradt idő, akkor játszottunk is. Következő évemben úgy döntöttem, hogy folytatom ezt, mert nagyon tetszett, és áttértem a még kisebbekre, és az óvodát választottam. Én a kórházban voltam, és ott gyerekekkel kellett játszanom, olyan gyerekekkel, akik súlyos betegek, és gyakorlatilag a fél gyerekkorukat ott érik bent. Furcsa volt azt látni, hogy már szinte a gyerekek se játszanak a gyerekekkel egymással, és nekünk kellett beszélgetni, játszani velük, és jó érzés volt ismét a gyerekkorba csöppenni, mert azért még tudtam játszani, bár néha megvertek. Az első évben egy idős nénihez jártam egy másik barátnőmmel, és akárhányszor csak egy 5 perc késésre is mindig azt mondta, hogy jaj, már azt hittem, hogy nem is jöztek, és ebből láttuk, hogy mennyire fontosak vagyunk számára, tényleg, mintha a saját unokái lettünk volna, és ez sokat jelentett nekünk. Szerintem kell hozzá egyfajta bátorság is, hogy odaálljak, és azt mondom, hogy igen, én tudok segíteni, és hogyha szembe találom magam problémával, akkor is képes leszek megoldani ezt. Ti ezt mennyire éreztétek? Én nagyon féltem a feladatoktól, hogy mégis, hogyha kisgyerekekkel foglalkoztam, én velük foglalkoztam, úgy, mint Tamás, és hozzájuk ugye csak nyitottnak kell az embernek lennie, meg hát, hogy mégis, hogy,
hogy mit csináljunk vele, meg hogy mi lesz a feladatunk. Sok bátorság kellett ahhoz, hogy hónapról hónapra oda tudjunk állni. Én mikor kiválasztottam a helyet, ahova menjek, akkor azt tűztem ki célul, hogy valami olyat csináljak, amitől félek. És ez azért a fogyatékkal élő emberek voltak, mert még sosem találkoztam velük. Tehát láttam már őket, csak nem léptem velük még közvetlen kapcsolatba, és ezért akartam kipróbálni magam, hogy el tudjam őket fogadni, és meg tudjam őket érteni. És ebben az elmúlt másfél évben ez sikerült is, úgy érzem. És tehát, hogyha már az utcán vagy a buszon is találkozok velük, akkor nem félek, akkor lemerek ülni mellé, tehát akkor sokkal közvetlenebb vagyok vele. A szeretett szolgálatnak az egyik nehézsége az, hogy vannak, akik visszautasítják ezt. Szerintem egy kicsit minden ember ilyen védekező, egy idegennel szemben például, hogy vajon ő mit akar tőlem, és nem feltétlenül segítségnek veszik ezt. És ez tényleg igaz, hogy amit ezeket megtapasztaltuk, mi is nyitottabbá váltunk ezek által, és fel tudjuk ismerni azokat a helyzeteket, amikor rajtunk szeretnének segíteni, és közelebb engedjük ezáltal az embereket magunkhoz. Először a kötelességtudat miatt mentem, tehát, hogy tudtam, hogy menni kell, meg ugye a félelem legyőzése miatt is, aztán egy idő után ez, én úgy érzem, hogy átmegy szeretetté. Tehát már azért megy az ember, mert tudja, hogy ott várják. Úgy tűnik nekem, hogy számotokra abszolút természetes ez az önkéntes forma. Mit gondoltok, mennyire marad ez az életetek része, illetve mennyire kell, hogy az életetek része legyen? Egy jobban odafigyelek az emberekre magam körül, így teljesen véletlenül, hogy kinek tudok segíteni, vagy ha például a húgom is, hogyha rosszabb kedve van, akkor esetleg, hogy megkérdezzem, hogy mi baj van, vagy odafigyeljek rá, hogy tényleg tudok-e neki segíteni. Ami talán eddig is ott volt, csak nem ennyire tudatosan. Szóval most már sokkal jobban érzem azt, hogy más emberek életében is van szerepem, és segítséget kell nekik nyújtani. Mindenképpen szeretném, hogy ott legyen az életemben. Támasz is számomra, hogy érzem azt, hogy fontos vagyok, és valahol szükség van rám. Szerintem az alapvető indítatás, és végül az, ami miatt ez a szeretetszolgálat és a segítségnyújtás kicsit életformánkká válik, az elsősorban azért van, mert azért keresztények vagyunk, és próbálunk tudatos keresztények lenni. Nekem is hát rengeteg problémám van, és mivel megoldódnak, ezért rájöttem, hogy rengeteget segítenek nekem is. Ebből pedig arra következtettem, hogy akkor lehet, hogy nekem is kéne másokon segíteni, és most már én is észrevettem, hogy könnyebben fordulok oda a másikhoz, akármilyen problémája van. Én nagyon jó példának tartom azt, ami Németországban megy, hogy negyedik év végén, miután végeznek az emberek a gimnáziumba, van egy évük vagy egy fél évük, egy önkéntes év, amikor elmehetnek valahová önkéntesnek, és csak utána kell a felsőoktatásba tovább tanulniuk. Én nagyon szeretnék még kimenni majd valamikor, vagy egyetem alatt, vagy egyetem után még a Szlovákiában a hegyi mentőkhöz egy évre. Közülünk mindenki úgy nőtt fel, hogy vallásos és keresztény neveltetést kaptunk, akár szüleinktől, akár nagyszüleinktől, vagy egyszerűen csak a tanárainktól. Ez mindenkinél változó. Szerintem mindannyiunkban egy ilyen küldetésként jelenik meg az, hogy ezt a közjót próbáljuk meg megteremteni, hogy a világon próbáljunk javítani. Szerintem, hogyha minél többen és minél tovább csináljuk, akkor valamilyen irányba el fog mozdulni ez az egész, és talán jobb lesz az egész világ. Aki megtapasztalja egyszer ezt a jó érzést, hogy milyen dolog valakinek segítséget nyújtani, és utána látni a mosolyt annak az embernek az arcán, az mindennel felér. Meg az az érzés, hogy minden embernek van egy saját története, és nekem is jól esik például néha, amikor egy türelmes barát valaki odaül mellém is, és meghallgat engem, hogy egyáltalán mi bajom van, vagy van-e valami mesélni valom, és ez engem is sokkal jobb kedvre derít utána, és ez motivál, hogyha én ezt megadhatom másnak, akkor valaki másnak a napját tehetem szebbé, valaki más tehetek kicsit boldogabbá, ezáltal javítok egy picit egy szikrányit a világon. Én később jöttem ide az iskolába, és egy másik nem vallásos iskolába jöttem, ami annyiban fontos, hogy ott nem találkoztam ezzel a fogalommal, hogy szeretett szolgálat. És mikor ide jöttem, akkor nagyon furcsa volt nekem, tehát nem tudtam ezt hova rakni, hogy most ez miért van, vagy hogy... Tehát én úgy éreztem, hogy ez távol áll tőlem, és hogy én ezt annyira nem akarom. És szerintem ezt kéne megváltoztatni, hogy mindenki, ha legalább csak egyszer, de kipróbáljon egy ilyet, ha csak néhány alkalommal, hogy egy picit ő is belelásson ebbe az egészbe.
a szolgálattal azokat az alapvető erkölcsi dolgokat tudjuk pótolni a világba, ami nem célja a mai gazdasági világnak, tehát a globalizációnak, hogy meglegyenek. Tehát ilyenek beszélgetünk az emberekkel, foglalkozunk velük, meghallgatjuk őket, és tényleg ezek olyannyira nem gazdasági okok és célok, hogy nem is lehet összegbe kifejezni őket. Tehát ez csak tulajdonképpen rászánt idő. És tényleg ezáltal tudjuk formálni, tehát visszavenni úgymond a világunkat a Istentől elfordult világképtől. Lehet, hogy kicsik vagyunk és kevesek, de mégiscsak ez a kötelességünk és ez a motiváció is, ami hajt. Azon időben Jézus eljött Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy az megkeresztelje őt. De János igyekezett visszatartani, nekem van szükségem arra, hogy megkeresztelkedjem általad, és te jössz hozzám. Jézus azonban ezt válaszolta neki, hagyd ezt most, mert így illik teljesítenünk minden igazságot. Akkor engedett neki. Miután Jézus megkeresztelkedett, mindjárt feljött a vízből, és íme az ég megnyílt neki, és látta az Isten lelkét, mint galambot leereszkedni és rászállni. És íme egy hang hangzott az égből, ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik. Kedves testvérek, néhány nappal vagyunk a karácsonyi ünnep után, és ott a karácsonykor csak néhány ember számára vált nyilvánvalóvá az Isten érkezése. Máriának, Józsefnek, néhány pásztornak és bölcsnek. Itt néhány nappal a karácsonyi ünnep után vízkeresztet ünneplünk, Jézusnak a nyilvános megjelenését ünnepeljük. Évszázadokig nem ünnepeltük a karácsonyt, mint Jézus megjelenését, hanem ezt a napot, az Epifánia, az Úrjelenés napját. Itt válogatatlan tömeg számára jelenik meg a Jordán partján Jézus, akik szemlélhetik, hogy mit jelent az, hogy az Isten fia elérkezik a világba. Ilyen módon szemlélhetjük mi is válogatatlanul mai életünkben, napjainkban. Isten mindnyájunk szeme ráttára jön, megszenteli a vizet, mint a Földnek az egyik alapelemét, amely körbe járja és körbe öleli az egész világon élő emberiségnek a közösségét. Ebben a titokban, ebben az isteni érkezésben nem is csak Jézust, hanem a teljes Szentháromság titkát látjuk. Látjuk az Atyát, aki szózatot mond az égből. Látjuk azt az Atyát, aki az egész világot alkotta, jónak alkotta a világot, átadta ezt az embernek, és az ember valamilyen módon visszautasította ezt a jóságot, amit Isten beleoltott a világba. Sok baj jelent meg az életünkben, megjelenik a saját életünkben, a családunk vagy a nemzetünk életében is. Isten mégis ezeket a bajokat próbálja orvosolni a fiának az elküldésével a világban. A bajok azok nem azért vannak jelen a világban, mert Isten színesíteni akarta ezekkel a jó világot, hanem a hibáink, a bűneink, a rossz döntéseink vagy a rossz választásaink által jelenik meg a világban. Az Isten szabadítót küld. Azt üzeni Jézus érkezésével, hogy így bűnökben sem utasít el bennünket, hanem oda küldi a Jordán partjára azért, hogy lássuk ezt a szabadítót az életünkben. Nem csak az Atyát látjuk, hanem természetesen látjuk a fiút, aki beleáll a Jordán vizébe. Ártatlanul gyűjti magára azokat a bűnöket, amelyet a jánosi keresztségben vagy a későbbi keresztségeinkben belemosunk ezzel a keresztelkedési vízbe. Jézus odaáll, magára gyűjti, életének utolsó erejével fölviszi a keresztre és bocsánatot nyer az életáldozata által, az Atyától minden hibánkra, bűnünkre, rossz döntéseinkre és rossz választásainkra. Jézus hallja az Atya szózatát, ez az én szeretett fiam, és viszont mondja, ez az én szeretett Atyám, akiben nekem ugyanúgy kedvem telik, mint az ő kedve telik bennem.
oda akarlak vinni titeket az atyához. Közel, hogy ott legyetek, ahol ő van, hogy ott legyetek, ahonnan én is jöttem, hogy ott legyünk együtt, mert az együttlétnek a közössége az olyan örömöket ébreszt fel, amelyet sokszor feledtünk már el ezekben a napokban, családunkban, vagy éppen nemzetünkben. Látjuk az atya titkát, látjuk a fiú titkát, és látjuk kettőjük szeretetének a közös titkát, az ő kettejük által küldött lelket. Ez a lélek víz bennünket igazán közel, ez a lélek szenteli meg ezt a vizet, és a víz által megszenteli az életünket, ha ezt a vizet a hajlékainkba fogadhatjuk. A Szentlélek az, aki a keresztségben visszavisz bennünket és Isten gyermekévé tesz. Ez a Szentlélek adja önmagát a bérmálásban. Ez a Szentlélek bocsátja meg nekünk a bűnöket ma. Ez a Szentlélek teszi a kenyeret Krisztus testévé és a bort Krisztus vérévé. Ez a Szentlélek tesz bennünket papokká, hűséges házastársokká. És ez a Szentlélek erősít meg bennünket a betegségben, a bajokban és a halállal való küszködéseinkben. Fogadjátok be az Isten önmagát, fogadjátok be a vízbe rejtőzködő Jézus Krisztust, az ő kettejük lelkét, mert ez a befogadás teheti jobbá és boldogabbá az életünket ezekben a napokban, itt az esztendő elején, és ez a befogadás, a vízbe rejtőzködő Istennek a befogadása teheti jobbá és boldogabbá életünket ebben az esztendőben, egész hátralévő életünkben, és majd egyszer az Úr országában is. Ámen. Kielpén magadban a mennységet, és a te orcád világossága, Uram, jegyezheted mire áll, kit önérzettel dicsőítünk téged magad. Januárban. Fázik a fa, fázik a fű, fázik a madár. A lélek is vacog. József Attila fohásza fordul a számra. Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, hogy melegednének az emberek. A fagy csapásai ellen szénnel, fával, gázzal, olajjal vagy elektromos árammal csak-csak védekezhetünk. De azt a roppant jeges űrt, amelytől Tóth Árpád szenved, azt a hideget, amely az embert az embertől elválasztja, miként lehetne megszüntetni? A lélektől lélekig tartó utat hogyan tehetnénk járhatóvá? Mitől melegedhetne az egyik ember a másikhoz? Kitenné meleg otthonná a szív januárját? Új évünk van, induljunk el közösen a bizalom és a remény útján. Ilyenkor új év elején lehet, hogy csak sablonosan és megszokásból boldog új évet szoktunk egymásnak kívánni. Egyszerűen csak bujékot mondunk. De ez egyrészt semmit mondó, másrészt van ennek egy keresztény tartalma. Bízzuk újra életünket Krisztusra, szoktuk mondogatni. De igazából mi is ez a bizalom? Mi az a bizalom, amivel az ember az Istenhez kapcsolódik? Amikor beülök ebbe a székbe, akkor óhatatlanul eszembe jut, hogy meg kell bíznom a közlekedő társakban, akik szembe jönnek, akik megelőznek, akik mellettem, mögöttem, előttem vannak, hogy ők is tudják a kreszt és betartják, és ők ugyanúgy megbíznak bennem, hogy én is be fogom tartani, és szabályosan közlekedünk. De megbíznak bennem azok is, akik fölülnek mögém, hogy éppen és egészségesen célunkhoz érünk, és megbíznak az ő családtagjaik is, hogy haza fogom vinni őket. És megbízik bennem a családom is, aki éppen és egészségesen vár haza. Nos, ez tehát az a bizalom, amely egyrészt teherként, másrészt egy éltető valóságként él az emberben. Hogy ezeknek meg kell felelnem. A bizalom az emberi életnek az az alapszövete, amely összetartja. Lelkiírók írják, hogy a hit, remény, szeretet és bizalom ugyanannak a léleknek más-más arcai, vagy más-más megnyilvánulásai. De a léleknek a terméke. Az a képesség,
amivel megmutatjuk, hogy mennyire fontos a másik a számunkra, hogy hogyan hagyatkozhat ránk, és hogyan élhet a mi életünk által, a mi bizalmunk által is. Nem könnyű bízni a másikban, mert a bizalmat könnyen el lehet veszíteni. Nem csak a hitünket őrizzük cserépedényben, hanem reményünket, meg a hitünk, szeretetünket és a bizalmunkat is. Hiszen nagyon könnyen el lehet veszteni. Akit ért már nagy csalódás, mert valakiben megbízott és az nem teljesült, az azt hiszem érti, hogy mire gondolok. Ezért mondják az ószövetségi próféták, elég keményen fogalmazva, hogy bolond az az ember, aki csak az emberben bízik. Ezt mondja Izaiás prófét ennek az ellenkezőjét, hogy boldogok mindnyájan, akik az Úrban bíznak. És azt is mondja, hogy az Úr erőt ad azoknak, akik bíznak benne. Micsoda tapasztalás van e mögött? Hogyan élte meg a bizalmatlanságnak és a bizalomnak a kettősségét, egymást kioltó voltát, amikor ezt lemerte írni? A bizalomra szükségünk van, mai kor emberének is óriási szüksége van. Egy közmondás szerint a gyanú megbetegít, a bizalom pedig meggyógyít. Számtalanszor tapasztaltam ezt kórházba, látva a betegeket, akik keresik az orvosukat. És a nővér azt mondja neki, nincs itt az orvos, akkor egy riadt tekintet néz vissza, megijednek, félnek, mert a biztonságukat, a vélt biztonságukat, azt a valakit nem találják, akiktől remélnek valamit, az életüket és az egészségüket. A bizalommal élni egy nagyon nemes dolog, és a bizalommal visszaélni egy gyilkos dolog. Hiszen aki a bizalmát meginoktatja valakinek, vagy elveszi, az az életnek egy nélkülözhetetlen velejáróját veszi el. És mindezek közben úton vagyunk. Ahogyan tűnnek el mögöttünk a felező vonalnak szaggatott vonalkái, úgy lesz egyre több minden mögöttünk az életünkből. Ahogyan keveset látunk az útból, főleg ha este vezetünk, vagy ködben, alig 20-30 méter a belátható útszakasz, és mégis az ember bízva és reménykedve megy előre. Mert hisz a másiknak, és hiszi, hogy a céljához ér, hogy beteljesedik az ő célja. Úton lenni a legtermészetesebb emberi állapot. A jelen megragadhatatlan, a múltunk hosszú, a jövőnk nem tudjuk mennyi. De szeretnénk, hogy bizalommal és reménnyel legyen teljes. Vagyis annak a léleknek a gyümölcsei hassák át, amely hit, remény, szeretet és bizalom. Boldog új évet kívánunk tehát. Vagy inkább bizalommal teli új évet. Olyan évet, melynek minden napjában, minden órájában, minden emberében, minden találkozásban, minden élményében ott van az éltető bizalom.